Köszöntjük kedves nézőnket! Ez ismét a Fejben dől el plusz kibeszélő show, kvázi gyakorlatilag visszatértünk a város exkluzív belvárosi éttermébe, a Padis Bistróban, és egy néhány héttel ezelőtti eseményt fogunk baráti hangulatban reményeim szerint feldolgozni. A kosárlabdázók, a női csapat egy pontra volt az olimpiai szerepléstől, rengeteget jelentett volna a sportágnak, végül nem sikerült, beszéltünk korábban, hogy megnézette is a meccset, gondolom meg is tetted. Ugye élőben nem sikerült követnem az eseményt, visszanéztem felvételről, mikor szóba jött, hogy erről fogunk beszélgetni. Az volt az a meccs, amiről egy életen át beszélgetni fogunk, nem csak a szereplők. Tervezünk majd egy olyan adást is, ahol a TV akkori szakértője, egy korábbi válogatott roppant sikeres sportoló lesz majd a vendégünk. Visszatérünk majd ahhoz a meccshez, de most pár mondatot is váltsunk róla. Tehát alig hihető, hogy 22 pontról el lehet veszíteni egy ilyen mérkőzést. Nem tudom, te mit éltél meg, amikor nézted az összefoglalót, illetőleg a felvételt? Igen, nyilván ugye nem élő felvételt, tehát nem élőben néztem a mérkőzést felvételről, így már tudtam az eredményt, tudtam, mi lesz a mérkőzés végkimenetele. De élőben ez egy nagyon idegörlő, idegtépő esemény lehetett. Tényleg megjárt mindent a válogatottunk, ment és poklot egyaránt ez alatt a kosárlabda mérkőzés alatt. Annak idején Egerszegi Krisztina a szőli olimpiai győzelménél a riporter Török László mondta, hogy ilyen nincs és mégis van. Ez is valami hasonló szituáció lehetett, fordított előjellel. Sajnos fordított előjellel. Egyébként pont azon gondolkoztam, miközben néztem a mérkőzést, hogy egy semleges szurkoló szerintem lehet, hogy a harmadik negyed közepén felállt és kiment a csarnokból, mert annyira egyértelműen a miénk volt a mérkőzés. Ilyenkor lefagyott a sportoló, lefagyott a szakmai stáb is. Na, ilyenkor van egy szakember szerepe, amilyen te is vagy. Milyen pluszt lehet ilyenkor hozzátenni, vagy a meccs előtt kell ilyenkor felkészíteni minden eshetőségre? Ugye szerintem azért elég sok összetevős dolog volt ez a bukás, úgymond a lányoknak. De hogyha mentális oldalról közelítem meg, akkor azt mondanám, hogy nem feltétlenül, ott abban a helyzetben már nem feltétlenül tudnék mit csinálni. Itt leginkább én, mint mentális segítő a mérkőzés előtti felkészítésben tudok hatékony lenni. Tehát elmondod, hogy bizonyos élethelyzetben mi következhet, arra miként kell reagálni? Korábbi beszélgetésünk alkalmával említettem az imaginációt, ami ilyen helyzeteken, mentális blokkokon átlendítheti a sportolót. Imagináció, váltsunk róla egy pár mondatot, mi ez egészen pontosan, mert nekem azért ez újszerű. Imagine-ről nyilván hallottam a Beatles kapcsán, de ez már más. Az imagináció tulajdonképpen egy... A képzelőerőnket használjuk, az agyunk tevékenységével lejátsszuk előre tulajdonképpen a mérkőzést, vagy az egyéni sportágban a sportoló végigugrálja gátakat, dob, lő, bármilyen tevékenységet folytat, azt előre lejátsza magában. Ez a verseny idejére, a verseny alkalmára egy magabiztosságot adhat neki, felkészítheti akár váratlan helyzetekre is. Márpedig váratlan helyzet azért akadhat bőven. Mint ahogy a kosárlabda mérkőzésen is, ugye te sem gondoltad volna, hogy ebből a 22 pontos előnyből ilyen negatív eredmény születhet. Érdekes, korábban a férfi vízilabdázók 3 olimpiát nyertek, a harmadikat magabiztosan, az elsőt is, az oroszok ellen, aztán az utolsót az USA ellen, viszont a szerbek elleni elképesztő mérkőzés volt, többször a sírból jöttek vissza. Sportoló és sportoló között van különbség, hogy ki mennyire erős pszichésen, de itt jön akkor a te szereped is, hogy tulajdonképpen rá tudsz még egy lapáttal tenni ahhoz, hogy úgy álljon oda, hogy biztosan megoldom? Mindenképp akár itt az imagináció használatával, vagy más eszközeinkkel, ami mentáltréneri módszer, ezekkel tényleg fel lehet készíteni a sportolót, önbizalmat lehet náluk növelni. Pontosan az, hogy önbizalommal telve, ahogy a vízilabdások behúzták a döntőket, az olimpiai döntőt, ahogy említetted, vagy az EB-VB mérkőzéseket, tehát ez egy óriási plusz erőt jelenthet. Dolgoztál edzőként is utánpótlásban. Mit gondolsz, egy edző azt mondja a sportolójának, hogy igen, menjél, beszélj szakemberrel, vagy van, aki úgy gondolja, hogy ennek nincs igaz jelentősége? Változó, megosztott szerintem az edzői társadalom, szinte mondhatom, hogy minden sportágban. Van, aki támogatja ezt, meg nyilván van olyan is, aki nem. Szerintem azért egyre többen támogatják ezt a dolgot, és érzik a szükségességét.
meccsek után mit lehet mondani? Tehát például, hogyha másnap egy vesztes vagy egy győztes meccs után fordul hozzád egy sportoló, ilyenkor babusgatni kell, le kell teremteni a lábáról, mi az, ami ilyenkor célra vezető? Úgy gondolom, hogy személyiség függő, hogy ki mit igényel. Nyilván ezt, hogyha már ismerik a sportolót, akkor tudjuk. De például ez egy nagyon jó példa itt, amiről beszélgetünk eseményről, a női kosarasok szereplése. Én őket azért próbálnám, ha én lettem volna mentáltrénerük, pozitív szavakkal bíztatni, hogy előttük van még akár a következő olimpia, tehát azért én úgy gondolom, hogy ők egy fiatal csapat, van még bennük lehetőség bőven, és hogy dolgozzanak tovább a következő olimpiára, legyen az a céljuk, ezt a kudarcot pedig tekintsék egy tanulási lépcsőfoknak. Tehát tulajdonképpen ebből is lehet erőt meríteni? Tehát, sőt, tulajdonképpen csak ebből lehet, hogy előre fel tekinteni. Én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen nem is feltétlen létezik a kudarc. A kudarc az egy tanulási folyamat. Azért volt szörnyű ez a vereség, mert rengeteget jelentett volna a magyar kosarlabdának, meg olimpián részt venni, az ami egészen elképesztő álom. Tehát volt olyan versenyző, olyan játékos az irányító, aki a könnyeivel küzdött, sőt nem is küzdött, hanem végig zokogta az interjút, tehát elképzelhetetlen. Te futballosztál profi osztályban is, közel volt az NB1-hez. A kudarcok téged mennyire sújtottak le? Egyértelműen mondhatom, hogy ilyen fajsúlyú sporteseményen én nem léptem pályára sajnos, de biztos, hogy egy nagyon, nagyon rossz érzés lehet. Nyilván kisebb szinten nekem is voltak hasonlók. Hogy emlékszel az edzőidre? Pozitívak voltak, negatívak? Mennyire játszottak apa szerepet? Tehát mennyire tettek hozzá a karrieredhez? Mindenképp pozitívan emlékszem vissza szinte minden edzőmre. Senkire nem igazán tudok rosszat mondani. Igen, voltak olyan edzőim is, akik próbáltak apa szerepet betölteni a pályafutásomban, de mindenképp a legtöbbjükre példaképként tudok visszatekinteni. Mi az a középút? Tehát meddig menjen el egy szakvezető? Tehát mennyire a szakmát vigye bele, vagy mennyire az emberi tényezőket? Ez egy érdekes dolog. Ugye nyilván minden sportágnak megvan a maga szakmai feladata, a szakmai célkitűzései, de szerintem nagyon fontos az, hogy az emberség is jelen legyen. Vannak sportolók, akik félve mennek hozzád, vagy van, aki úgy jön, hogy igenis, én ezt meg fogom csinálni, ha olyan élethelyzetbe kerül, akkor biztosan bedugom azt a kosarat, berugom azt a labdát, vagy eldobom a gerejt addig, ameddig szeretném. Talán az utóbbi a meghatározó jelenség, tehát, hogy azért, aki megtalál, az már úgy jön, hogy keresi azt, hogy mivel tud még több lenni, és céltudatos. Van egy ilyen motto, az egyik olimpia előtt láttam, hogy halhatatlan hősök az örökké tartó pillanatokban születnek. A sportolók a sikert akarják mindenáron, vagy a vereséget elkerülni? Mi a tapasztalatod? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy inkább a sikerért küzdenek, nem a vereség ellen, illetve mindenképp ez lehet az irány. Nagyon érdekes, tehát nagyon szűk ez a határmesdje, hogy egy pont választ el olimpiai szerepléstől, mennybe meneteltől, illetőleg attól, hogy mindenki a lemondásodat követeli. Nagyon érdekes helyzet. Igen, szakmai szemmel tekintve edzőként ez nem egy könnyű feladat. Edzőkkel foglalkoztál már, vagy tervezel akár, mert erről még nem esett szó, de tulajdonképpen... Nem esett róla szó. Mindenképp úgy gondolom, hogy edzőknek is tudok segíteni, akár az, hogyha egy edző felveszi velem a kapcsolatot, tudunk arról is beszélgetni, hogy mit javaslok, mivel tudja segíteni a mentális felkészülését, akár a csapatának, vagy az egyéni sportolójának, vagy akár az ő támogatását is véghez tudom vinni. Nem beszéltünk még korosztályos dolgokról, hogy mi az az életkor, ahonnan már érdemes hozzád fordulni, illetőleg mi az az utolsó pillanat, amikor még tudsz avatkozni? Na azt mondom, hogy 9-10 éves kortól el lehet kezdeni ezt a mentális felkészítést. Nagy szükség is lenne rá az utánpótlás sportolóknak, ugye azért elég sok mindennek ki vannak téve a gyerekek, iskola, sportban való megfelelés, otthon a szülőknek való megfelelés, barátoknak,
testvéreknek megfelelés, tehát hogy szerintem nagyon szükséges lenne, hogy az utánpótlás sportolóinkat itt Magyarországon neveljük egy kicsit erre a mentális felkészülésre. Tehát amikor az utánpótlás sportoló a felnőtt korba ér kvázi megerősödve az általad elmondottaktól, lehet még sikeresebb már a nagyok között? Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha az utánpótlás sportba ezt így bele tudnánk csempészni a sportolók felkészítésébe, mert tényleg akkor már felnőtt kor ez egy kiforrott eszköze lehetne a sportolóknak. De itt egy kihívás neked is szakmailag, hiszen egy 9-10 éves gyerek még kölyök, és teljesen más munkát követel, mint mondjuk egy 18-20 éves, illetőleg egy felnőtt már a pályafutása végén levő sportoló. Így van, jól mondott, tehát nyilván egy élsportolóhoz, egy olimpiára készülő sportolóhoz nem lehet ugyanúgy hozzáállni, mint egy 9-10 éves gyermekhez. Itt játékos eszközökkel lehet elindítani ezeket a foglalkozásokat. Egyébként, ha egy gyerek kapcsán a szülők mennek hozzád, akár csoportos foglalkozásra is sor kerülhet? Igen, az is hasznos lehet, akár 4-6 fős csoportokban is, de nagyon jól lehet egyénileg is együtt dolgozni. Tehát például a szülőkkel is lehet kapcsolatba kerülni, tehát tulajdonképpen két gyerek, két szülő, mindegyik sportol, édesapuka mondjuk volt válogatott, édesanyja háztartásbeli, de tulajdonképpen tudsz mondani olyan dolgokat, ami megszívlelendő mindegyiküknek? Nem igazán találkoztam még ilyennel, biztos, hogy el fog jönni ennek is az ideje. Minél később, illetőleg bízom benne, hogy nem következik be. Mindenkihez másként kell hozzáállni egyébként? Igen, mindenkihez másként kell hozzáállni. Ugye, amiről beszélgettünk is korábban, hogy nem mindegy, hogy az adott sportoló egy sikeres szakaszban kér plusz támogatást, vagy egy kudarccal teli időszak közben keres fel, és kéri a segítségemet. Voltak már erőtől duzzadó, tehát kicsattanó, boldog emberek, és voltak, akik az okogással küzdöttek, amikor elkezdett mesélni az életéről, vagy a legutóbbi pályán történt sikeréről, vagy kudarcáról? Igen, előfordulnak érdekes szituációk, akár a sportolói pályafutással kapcsolatban, vagy akár ha a sportoló egy kicsit megnyílik, és beszél a magánéletéről. Milyenkor a kulcs, tehát az emberség, illetőleg a határozottság, hogy azt mondod, hogy na most akkor teljesen más irányba mozdulunk el, vagy pedig próbálod bebúzgatni egy kicsit a lelkét? Mindenképp fontos tulajdonság nálunk szerintem az empátia, tehát az, hogy együtt érzünk, beleérzünk a sportoló problémájába, és ezt megpróbáljuk vele együtt megoldani. Az meg, hogy ki mit igényel, egy-két keményebb szót, vagy tényleg, ahogy te fogalmaztál, babusgatást, az változó. Ez volt tehát a Székesfehérvári belvárosból, a Padis Bistróból a Fejben dől el plusz következő adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és tartsák meg jó szokásokat a folytatásban is.